Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Az útkapira az Istenség személyiségéhez válaszolt. Ó nemes hölgy, az odaadó szolgálatnak számtalan útja van, az azt végző különféle tulajdonságainak megfelelően. Hogy vagyunk egy kis áttekintést, hogy mi lesz ebben a fejezetben. Ez a 29. fejezet 7. versénél járunk, és Devahuti, az Úr Kapiladé védesanyja feltett néhány kérdést. Az első kérdés az ott volt, hogy magyarázz el az odaadó szolgálatot. Mert beszélt az előző fejezetekben az anyagi természetről, hogy van feltételekhez kötve az élőnyit az anyagi világban. És most szeretne részletesebben hallani arról, hogy hogyan lehet kikerülni az anyagi világból, és hogyan lehet egy transzcendentális tiszta kapcsolata valakinek a legfelsőbb személye az odaadó szolgálaton keresztül. És amikor ugye most kezd el beszélni a Krishna, Kapiladév, és mondja, hogy az odaadó szolgálatnak számtalan útja van, hogy van a tiszta odaadó szolgálat, és van a kevert odaadó szolgálat. És az elkövetkezendő pár versben el fogja magyarázni, hogy van odaadó szolgálat, ami keveredik a tudatlanság kötőereivel, a következő vers elmagyarázza, hogy a szenvedély kötőerejével keveredő odaadó szolgálat, a jóság kötőerejével keveredő, a tiszta odaadó szolgálat, akkor utána a 15. verstől kezdve elkezdi magyarázni azt, hogy hogyan lehet eljutni a tiszta odaadó szolgálatig. Amikor beszél ismét a tiszta odaadó szolgálatról, hogy milyen szimptomái vannak, amikor valaki elérte a tiszta odaadó szolgálatot, akkor a 21. verstől beszél arról, hogy mi a fő akadály, ami miatt nem tudjuk tapasztalni az odaadó szolgálatnak az eredményét, ezek a sértések. Beszél arról, hogy minek következtében alakulnak ki a sértések, hogyan lehet ezt megoldani azáltal, hogy valaki mindenkiben látja a lelket és a felső lelket. És utána a 28. verstől kezdve beszél az élőlényeknek a különféle változatairól, és a végén a fejezetnek beszél az örök időről, mert erre vonatkozott Devahutinak az egyik kérdése. Nekem felmerült ez a kérdés, amikor először így végigmentem versenként a fejezeten, hogy beszélt arról Kapiladév, hogy úgy lehet megoldani a sértéseknek a kérdését, hogy valaki egyenlően lát mindenkit, utána pedig elkezd beszélni a különféle szintű élőlényekről. És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye, hogyha valaki egyenlő szemlélettel rendelkezik, az nem azt jelenti, hogy mindenkihez ugyanúgy viszonyul, hanem mindenkivel tisztelettel bánik, de a saját helyzete szerint. És ezért nagyon részletesen beszél arról, hogy milyen fajta élőlények vannak itt az anyagi világon belül. És hogyha visszatérünk ide a mostani versünkre, sokszor megkérdezik az emberek, hogy ha egy Isten van, akkor miért van annyi vallás? Valaki találkozott már esetleg ezzel a kérdéssel. Valaki találkozott, legtöbben találkoztak. Mit mond ez a vers? Ez gyakorlatilag beszél arról, hogy miért van sok fajta vallás. Számtalan tulajdonsággal rendelkeznek, és még egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon sokfajta anyagi vágyal is rendelkeznek emiatt. És amikor a tiszta vallásos elvek keverednek az anyagi vágyakkal, akkor ennek a anyagi vágyak és a vallásos elveknek a házasságából születnek a különféle kevert vallásos gyakorlatok.
A Simat Bhagavatam 11-ének 14. fejezet ezt részletesen magyarázza, hogy miért van sokfajta vallás, mert igazából a vallás az egy. Az Istenség legfelsőbb személyiségének a tiszta odaadó szolgálata. Ez a vallás, és ez nem függ attól, hogy valaki milyen felekezethez tartozik. De amikor a lelki gyakorlók a vallásos elvek gyakorlásába, az odaadó szolgálatba belekeverik, vagy benne hagyják az anyagi vágyakat, az anyagi vágyak automatikusan el fogják torzítani a tiszta vallásos gyakorlatokat. Lehetetlen, hogy nem. És amikor valaki akarja ezt a tiszta kapcsolatot a legfelsőbb személlyel, Krisnával, akkor számára elkerülhetetlen az, hogy próbálja megvizsgálni a szívét, hogy milyen fajta anyagi vágyak rejtőznek benne, és legyen egy szisztematikus erőfeszítés arra, hogy hogyan fog ettől megtisztulni, mert hogyha ez ott marad, akkor az odaadó szolgálat akkor nem lesz tiszta. Nem lesz tiszta ebből a szempontból. És ezért erről beszélnek a következő versek, hogy felhívják a figyelmünket arra, hogy ugye például itt a 8. vers a következő erről szól. Az irigy büszke, erőszakos, dühös és szakadár gondolkodású ember által végzett odaadó szolgálat a sötétség kötélnek hatás alatt áll. Ugye irigy, büszke, erőszakos. Hallunk a Simat Bhagavatamban olyan történeteket, amikor valaki imádja a legfelsőbb szemét, és közben el akarja pusztítani az ellenségeit. Ez a tudatlanság kötője által beszennyezett odaadó szolgálat. Amikor valaki az anyagi vágyait akarja beteljesíteni az odaadó szolgálat által, ugye ez nagyon-nagyon gyakori, akkor a szenvedélykötő ereje gyakorol hatást az odaadó szolgálatára. Amikor valaki kötelességből végzi az odaadó szolgálatát, akkor a jóságkötő ereje hatást gyakorol hatást. De amikor valaki azért végzi az odaadó szolgálatát, hogy a legfelsőbb személy legyen boldog, ezt nevezik transzcendentális tiszta odaadó szolgálatnak. És ugye itt gyakorlatilag ezek a versek a tisztításról beszélnek. Ez a rész a Simat Bhagavatamban arról beszél, hogy hogyan tudjuk megtisztítani az odaadó szolgálatunkat. Hogy tudunk takarítani. És ez a takarítás ez nem kívül történik főleg, hanem belül történik, ami nem teszi könnyűvé a dolgot, mert kívül könnyebben tudjuk látni, hogy mi a tisztátlan, a belső tisztátlanságot jóval nehezebb látni. Szedjük össze, hogy ahhoz, hogy valaki tudjon takarítani, mire van szükség? Kapcsolatban van másokkal. Még először a takarítás elvénél. Igen? Igen, hogy valaki vágyik arra, hogy akar takarítani, akar tisztaságot. Igen? Észre kell vennie, hogy még nincs kész, ugye, mert itt a takarításnál lehetnek különféle standardek, hogy mi számít tisztának. És nem mindegy, hogy melyik standard szerint van a tisztaság. Igen, mi még? Megfelelő takarítóeszköz és a művelet. Igen, tehát hogy szükséges megfelelő eszközök, és tudni kell, hogy hogyan kell ezt elérni. Tehát, hogyha akarunk egy tisztaságot, akkor mindezeknek az összetevőknek ott kell lennie. És a Simat Bhagavatam ebbe a részében gyakorlatilag ezt magyarázza, hogy vegyük észre, hogy ha van kosz, tudjuk, hogy mit kell vele csinálni, és tudjuk azt, hogy mit akarunk elérni. Ugye meg fogja mondani, hogy mi a tiszta odaadó szolgálat. És az azt jelenti, hogy ezt a tisztasági standardet akarjuk elérni. Jiva Goswami a Priti Sandarbhában magyarázza, hogy mit jelent szeretet. És mondta, hogy ennek három része van. Az első része az, hogy valaki a szeretet személy elégedettségére törekszik, hogy próbálja, hogy ő elégedett legyen. Ugye itt a Simat Bhagavatam a Krisnáról, az Istenség legfelsőbb személyiségéről beszél,
hogy mit kell, hogy nekünk kell egy olyan vágyunknak lenni, hogy ő legyen elégedett. A második része az az, hogy nekünk tudni kell, hogy mit teszi őt elégedetté. Mert hogyha valaki akar valakit elégedetté tenni, de nem tudja, hogy mit kell ahhoz csinálni, akkor az még nem lesz tökéletes. Tehát, hogy akarnunk kell, hogy ő elégedett legyen, tudnunk kell, hogy mit teszi őt elégedetté, és a harmadik része, amikor valaki ezt csinálja, és tényleg elégedetté tette a legfelsőbb szemét, akkor ő még nagyobb boldogságot tapasztal, mint az a személy, akit próbált elégedetté tenni. Ez a tiszta szeretetnek a jellemzője. Ugye, hogyha nézzük, ez egy nagyon magas mérce. De ezt jelenti, hogy ideig kell eljutni. És a következő versek pedig el fogják magyarázni, hogy milyen jellegű tisztátlanságok vannak, hogy vegyük észre a kort, amikor takarítunk. És amikor észreveszünk a kort, és tudjuk, hogy hogy kell takarítani, az odadó szolgált folyamata az a módszer, ahogy takarítunk, hogy hallunk a legfelsőbb szeméről, dicsőítjük őt, emlékezünk rá, imádjuk őt, imákat mondunk, szolgálatot végzünk, stb. Amikor ezt végzünk, akkor végezzük a takarítás folyamatát. És időnként kell ellenőrizni, hogy jól haladunk-e. Én láttam többször, amikor gyerekek takarítottak, és volt, amikor sikeresen takarítottak, volt, amikor nem olyan sikeresen takarítottak. Amikor a koszt csak a szoba egyik részéből próbáljuk átsöpörni a másik részébe, az még nem annyira sikeres, akkor belülről ki kell tenni. És nagyon-nagyon fontos, hogy akkor mindig ellenőrizzük magunkat. Szeretnék elmesélni egy történetet, ami ehhez kapcsolódik. Volt egyszer egy lelki tanítómester, aki már nagyon idős volt, és szerette volna kiválasztani a tanítványai közül, hogy ki legyen az ő örököse, hogy ki vigye tovább a missziót, ki legyen a vezetője az ő szampradájájának, vagy az ő csoportjának. És gondolta, hogy próbára teszi a tanítványait. És azt csinált, hogy elküldte őket egy dalmasalába, egy hotelbe, hogy töltsenek el ott egy hetet, és visszatérve számoljanak be arról, hogy mit tapasztaltak ott. És a tanítványok először nem értették, hogy most miért kell egy ilyen helyre elmenni, ott csak materialista emberek vannak, és semmi köze a lelki élethez. De mivel ez volt a lelki tanítómesterük instrukciója, akkor követték. A lelki tanítómesterük azért csinált ezt, hogy akarta látni, hogy milyen tudatban vannak, hogy elküldi őket egy materialista környezetbe, hogy mit fognak belőle észrevenni. Mert az megmutatja, hogy valaki milyen tudatban van. Mert mi itt vagyunk a világban, és nem mindenki ugyanazt látja. Mi azt gondoljuk, hogy itt ülünk ebbe a szobába körülbelül 30-an, hogy mindenki ugyanazt látja. De nem mindenki ugyanazt látja. Mert attól függően látunk, attól függően tapasztalunk, hogy milyen tudatban vagyunk. És akkor elküldte a tanítványait, és eltöltötték ott azt az egy hetet, és utána visszajöttek, hogy beszámoljanak róla. A legtöbb tanítványnak nem volt érdemleges hozzászólása, csak elmondták, hogy ezek jöttek, ezek mentek, ez volt, az volt, de nem láttak semmilyen lelki tartalmat benne. Az egyik tanítvány, amikor őt kérdezte, akkor mondta, hogy én észrevettem egy nagyon érdekes dolgot a hotelben. A hotelnek a halljában volt egy nagyon nagy tükör, és a hotelnak a tulajdonosa naponta többször odament a tükörhöz, és letakarította. És eltelt egy-két óra, megint odament hozzá, megint odament a tükörhöz, megint letakarította. És megkérdezte tőle, hogy hát miért takarítja a tükröt mindig, most takarította meg az előbb. És azt mondta a hotelnak a tulajdonosa, igen, most takarítottam meg, nem olyan régen, de mindig száll a por, és megint poros lett. És újra kell takarítani, hogy szép, tiszta legyen.
És mondta, hogy én ugyanígy látom a mi lelki gyakorlatainkat, hogy a lelki gyakorlatoknak a célja, hogy megtisztítsa a szívnek a poros tükrét. De a probléma, hogy itt vagyunk az anyagi világban, és itt mindig száll a por. A kötőerők, a tudatlanság, szenvedély, a jóság az ritkábban, az mindig próbál beszennyezni bennünket, hogy elfedje a látásunkat. És ahhoz, hogy mi tisztán tartsuk a szívünknek a tükrét, először megtisztítsuk, és utána tisztán próbáljuk tartani, akkor mindig kell takarítani. Mindig kell tisztítani a szívünket. És ez a szívtisztítás a lelki gyakorlatok által történik. És különböző módon, vagy különböző szinteken kell ezt a tisztítást végrehajtanunk. Ugye itt vagyunk ebben az anyagi testben, kell fizikális szinten tisztítanunk. Van egy elménk, kell az elménket is tisztán tartanunk, egy intelligenciánk, az intelligenciát is tisztán kell tartani. És van hamis egónk, és az egót is tisztán kell tartani. Akkor, hogyha röviden belemegyünk, hogy tudjuk a fizikai testünket, vagy a környezetünket tisztán tartani, mit kell ahhoz csinálni? Ez elég könnyű. Fürödni kell. Hideg vízzel is lehet fürödni, igen. Meleg vízzel is lehet fürödni. A kettőnek a kombinációjával. Ugye, amikor valaki fürdik, Srila Prabhupád mondta, hogy a Krisna tudatos mozgalomnak a célja ez a radikális tisztaság, vagy nem hétköznapi tisztaság. Előírt a második avatott tanítványainak, hogy háromszor fürödjenek naponta, reggel, délbe, este. És ezt azért kérte, mert amikor valaki ezt csinálja, ezt a gyakorlatot, akkor ez nem csak a fizikai testére, hanem az elméjére is hatással van. Mert a brámanáknak, vagy a második avatottaknak azért szükséges ez, mert a Gayatri mantra előtt, a Gayatri mantrának a sikeres vibrálása az függ a tisztaságtól. Ha valaki nem tiszta a tudatában, nem tudja sikeresen vibrálni a Gayatri mantrát. Időbe kell vibrálni, és tiszta tudattal kell vibrálni. És ez a fürdés, ez egy segítség ahhoz, hogy tisztát tudjunk lenni a mantra vibrálása előtt. Tehát, hogy próbáljuk tisztán tartani a testünket, a ruhánkat, a környezetünket, és ezt napi rendszerességgel, ezt tudjuk tenni a fizikális tisztaságért. És ez egy jó kezdet, de önmagában még nem elég. A következő lépés az elmének a tisztán tartása. Hogyan tudjuk az elménket tisztán tartani? Mindig gondolni Krisnára, és sose felejteni őt. Igen. Énekelni a Szent Nevet. Ezek mind jó válaszok. Figyelni arról, hogy miről hallunk, hogy minél többet transzcendentális dologokról gondolkodjunk. Igen, valakinek tartunk. Rendszeresen olvasni a szentírásokat. Igen, ugye, mert a elmének a funkciója a gondolkodás, az érzés és az akarat. És ugye tisztátlanság az elme szinten az azt jelenti, hogy hülyeségekről gondolkodhatunk, az azt jelenti, hogy anyagi vágyakról gondolkodhatunk, vagy arra gondolok, hogy én vagyok a világ közepe, és egy csomó mindenen gondolkodhatunk. És amit mondhatok, az mind helyes megoldás, olvasni a szentírásokat, énekelni a Szent Nevet, mindig Krisnára gondolni, mert ennek az lesz a hatása, hogy transzcendentális gondolataink lesznek, a legfelsőbb személlyel kapcsolatos gondolataink lesznek, és ki tudjuk venni saját magunkat a középpontból. És amikor ugye a gondolkodásunk meghatározza, hogy hogyan fogjuk magunkat érezni, hogyha Krisnáról gondolkodunk, akkor teljesen másképp fogjuk érezni magunkat, mint hogyha saját magunkról gondolkodunk. Mit jelent intellektuális szinten tisztaságot tartani? Valakinek ötlet? Tudni, hogy mi jó és mi rossz. Igen.
Igen, értelmezni a szentírásokat, amit hallunk, és nagyon érdekes, hogy értelmezni kell azt is, hogy ami jelen pillanatban történik velünk, hogy az miért van, hogy kérdéseket feltenni. Mert gyakorlatilag a szentírások a Srimad Bhágavatam is kérdésekkel és válaszokkal foglalkozik. Felteszi azokat a kérdéseket, hogy miért vagyunk illúzióban, miért nem a valóságot látjuk, és felteszi azokat a kérdéseket is, hogy hogyan tudunk kikerülni az illúzióból, hogy tudjuk látni a valóságot. Srisi Rádha Sáma Szundar ki. És a Srimad Bhágavatam gyakorlatilag arról szól, hogy hogyan látja az Istenség legfelsőbb személyisége a világot, és hogyan kell a valóságnak megfelelően gondolkodni, és akkor, hogyha így látjuk, akkor intellektuálisan is tisztán tudunk maradni. Hogy tudunk tisztán maradni az egónak a szintjén? Krisna szolgájaként azonosítjuk magunkat, és hogy nem azonosítjuk magunkat? Nem azonosítjuk magunkat az anyagi testtel, az elménkkel. Ugye nagyon sok hamis azonosság volt, sajátítunk el itt az anyagi világban. Magyar vagyok, angol vagyok, orosz vagyok, férfi vagyok, nő vagyok, fél vagyok, apa vagyok, anya vagyok, feleség vagyok, kovács vagyok, tanár vagyok, annyi minden, ezek mind azonosságok, és hogyha belegondolunk, rengeteg tud nekünk ebből lenni. És erről már nagyon sokszor hallottunk, de mit jelent ez a gyakorlatban, hogy gyakorlatban nem azonosítani magunkat ezzel, és a gyakorlatban Krisna szolgájaként, lélekként azonosítani magunkat ezzel, mit jelent ez a gyakorlatban? Mert ez szépen hangzik, ezt mindannyian már nagyon sokszor hallottuk, de ezt meg tudjuk-e tartani mindig, hogy én Krisna szolgája vagyok? Vagy valamikor elfelejtjük? Mert amikor meg tudjuk tartani mindig, akkor gyakorlatilag senkinek nem lenne semmilyen problémája, mert ugye Krisna Isten ebben a helyzetben rakott engem, hogy tudjak belőle tanulni, mi az ő vágya, azt próbálom csinálni, és amikor azt csinálom, akkor minden rendben lesz, és mindenki tisztul. Mindig ez történik? Nem mindig ez történik, ugye mi is gyakorlók vagyunk, az azt jelenti, hogy ez valamikor sikerül, valamikor nem. És addig, amíg nem sikerül mindig, addig itt fogunk maradni az anyagi világban. És odaadó szolgált gyakorlása azt jelenti, hogy ezt gyakoroljuk, hogy én a legfelsőbb személy szolgája vagyok, parányi lélek, örökkévaló parányi lélek, és nem vagyok azonos mindezekkel az anyagi befedettségekkel. És amikor valamilyen problémát tapasztalunk, fel kell tennünk egy nagyon-nagyon fontos kérdést. Melyik az a kérdés? Ki az, aki szenved? Kinek képzelem most magam, aki szenved, vagy aki problémát tapasztal? Mert innen kell elindulni, hogy én kinek gondolom magamat, mert utána, ami erre rá van építve, az mind helytelen lesz. És először meg kell alapozni, hogy ki vagyok én, aki tapasztalja ezeket a nehézségeket. És amikor azt a helyes platformon helyezzük, hogy én parányi lélek vagyok, Krisnának a szolgája, és amikor ezt megalapoztuk, hogy Krisna szolgái vagyunk, akkor utána következő kérdés, mit szeretne Krisna tőlem ebben a helyzetben? Mi az én dolgom? És amikor ezt próbáljuk megválaszolni, megkérdezünk másokat, vagy megyünk a szentíráshoz, akkor megkapjuk a válaszokat, és akkor nagyon egyértelmű, nagyon tiszta, hogy mit kell csinálni. De amikor ezt elfelejtjük, és benne vagyunk egy feladatba, egy problémába, és nem így azonosítjuk magunkat, akkor nagyon nehéz kijönni abból a problémából. És ez egy rendszeres gyakorlás. Ugyanúgy, amikor énekeljük a Szent Nevet. Előfordult mindannyiunkkal már, hogy
énekeltük a Szent Nevet, és teljesen másik műsor ment közbe az elmébe. Miért ment egy teljesen másik műsor az elmébe? Átkapcsoltuk a csatornát, és elfelejtettük azt, hogy Krisna örök szolgái vagyunk, és valami másnak gondoljuk magunkat. És ahhoz a másik csatornához akkor egy másik adás tartozik, amit a kötőerők akkor sugároznak, ugye? Tudatlanság, szenvedély, jóság, és attól függően, hogy melyik csatornára kapcsoltunk át, akkor másik adást hallgatjuk. És ezt mondja ez a vers, hogy a különféle tulajdonságok szerint, amit elsajátítunk, a különféle anyagi azonosságok szerint, akkor más adás van sugározva, az azt jelenti, hogy mást hallunk belül, és ezt a mást tekintjük a valóságnak, és ez alapján fogunk cselekedni. És a tisztoldadó szolgált az azt jelenti, hogy próbáljuk észrevenni, hogy most nem a helyes csatornát nézzük, hanem a kötőerő által sugárzott adást nézzük, és ez okozza a problémánkat. Igazából nekünk a problémánk nem kívül van, hanem a problémánk abból adódik, hogy mi az, amit belül hallunk. És azért kell tanulni a szentírásokat, hogy össze tudjuk hasonlítani. Amit belül hallunk, az hasonlít-e a Srimad Bhágavatamra. Vagy mennyire hasonlít, vagy mennyire nem. És azt látjuk, hogy nagyon nem hasonlít, vagy azokra a részekre hasonlít, amikor leírja a tudatlanság kötőjének a tulajdonságait. Ugye, mert itt tulajdonságokról van szó. Ugye, irigy, büszke, erőszakos, dühös. Hát ez a Srimad Bhágavatam ír erről. Igen, a tudatlanság kötőjével kapcsolatban. Vagy amikor a következő vers arról szól. Amikor egy szakadár gondolkodású ember anyagi élvezetre, hírnévre, gazdagságra vágyja, vagy imádja a múltit, ugye Krisnát a templomban, odadása a szenvedélykötőjének hatás alatt áll. Tehát, hogy ezek tulajdonságok, ezek belekeverednek az odadó szolgálatban, és nekünk el tudunk összehasonlítani, hogy ez ott van, vagy nincs, hogyha ott van, akkor hogyan tudjuk kitakarítani, hogyha nincs, akkor próbáljuk megtalálni, hogy mi az, ami akadályozza. Nekem volt régen egy autoritásom, fejjebalom, aki tanított az odadó szolgálatra még a kezdeti időkben, és azt mondta nekem, hogy idézte a Bhagavad Gita 9. fejezetéből második verset, hogy az odadó szolgált szuszukham kartum abhyayam. Hogy az odadó szolgált örökkévaló és örömmel végezhető. És mondta, hogy ha nem vagy boldog az odadó szolgálatban, akkor valamit nem jól csinálsz. Mert ez a jellemzője, hogy szuszukham kartum abhyayam, hogy örökkévaló és örömmel végezhető, és hogyha nem azt tapasztaljuk, akkor valami még belekeveredik az odaadó szolgálatunkba. Mindannyian végezzük az odaadó szolgálatot. A kérdés, hogy belekeverünk-e olyan dolgokat, aminek nem kellene ott lennie. És a Srimad Bhágavatam akkor segít nekünk abban, hogy vegyük ki ezt, hogy hogyan lehet ezt kivenni belőle, és akkor mi is meg tudjuk tapasztalni ezt az örökkévaló boldogságot. Ugye a Srimad Bhágavatamnak a igazi fő célja, hogy meg tudjuk tapasztalni a raszát, az Istenség legfelsőbb személyiségével, Krisnával való kapcsolatnak az ízét. Az első 9 ének az arról szól, hogy hogyan tudjuk tisztává tenni az odaadó szolgálatunkat, hogy meg tudjuk kóstolni ezt a raszát. Mert amíg bele van keverve, bele vannak keverve mindezek a tisztátlanságok, az íz nem lesz megfelelő. És hogyha mi tapasztaljuk, hogy az íz nem megfelelő, akkor a következő kérdés, hogy mit keverünk bele, és hogyha bele van keverve, akkor hogy tudjuk azt eltávolítani, hogy ez az íz, ez a belső tapasztalat tiszta legyen. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Van még 2 percünk arra, hogy ha valakinek van kérdése, hozzáfűzése. Igen? Én azt szeretném megkérdezni, hogyha megértettem, hogy nem tisztulnék az elme az intelligenciás hanságomnak, akkor a körülmények sem tisztelt körülöttem, és én magam sem előre, hogyan fogom a célt elérni, hogy
fizikusítja azt, hogy ez egy állandó lesz, hogy tisztítunk, hogy mindig visszatok, mindig a poszolja. Tehát az a kérdés, hogyha tapasztaljuk azt, hogy a fizikai, az elmének a szintjén, az intellektuális szinten, vagy az egónak a szintjén vannak tisztátlanságaink. És ez a tisztátlanság, ez folyamatosan jön felénk, áramlik itt az anyagi világba, akkor mi biztosítja azt, hogy meg fogunk tisztulni. Ugye? Jól értettem? Nagyon fontos, hogy a tisztító folyamatnak hatékonyabbnak kell lennie, mint az anyagi világ szennyező folyamatának. És amikor ez nagyobb, akkor tudunk tisztulni. Hogyha az erőfeszítésünk a tisztaságra az kisebb, mint az anyagi világnak a befedő potenciája, akkor nem tudunk. Tehát ezért fontos, hogy a odaadó szolgálatunk az megfelelően erős legyen. Megfelelő mennyiségben és minőségben énekeljük a Szent Nevet, megfelelő minőségben tanulmányozzuk a Srimad Bhágavatamot. Egyik baktával beszélgettünk a Srimad Bhágavatam olvasásáról. Ugye ez gyakran előfordul, hogy nincs időm olvasni. Nincs időm tanulmányozni a Srimad Bhágavatamot. Akkor azt fogalmaztak meg ketten közösen, hogy vagy találunk időt a Srimad Bhágavatam tanulmányozására, vagy az anartáink, a rossz tulajdonságaink fognak időt találni ránk. Tehát hogy ez a kérdés, hogy mire legyen idő. Hogyha találunk időt a Srimad Bhágavatamra, a szennyév éneklésére, akkor meg tudunk tisztulni. Hogyha nem találunk erre időt, vagy nem találunk rá elég időt, akkor az anartáink fognak találni ránk időt, és akkor mondják a utasításaikat, és akkor az alapján leszünk kénytelenek cselekedni. Tehát nem lesz más. Tehát, hogy hatékony lelki gyakorlatokra van szükség, és akkor fogunk tisztulni. Valakinek másnak kérdése még esetben? Hogyha nincs, akkor köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Grantarács Simad Bhágavatam ki jaj, Sisi Ráda Sáma Szundar ki jaj, Sila Prabhupád ki jaj, Jajnitáj Góra Prémanam. Góra Bhakta Vrinda ki jaj.